vásárolta meg Faragó Gyurka bácsi valamikor 1900-ban is. 1949-ig iparszerűen dolgozott benne, 81 éves korában meghalt, és a család az örökséget átadta, tehát a malmot átadta a községi tanácsnak, ők pedig, mivel hogy nem tudott a falu mit kezdeni egy ilyen öreg szélmalommal, akkor már öreg szélmalom volt, továbbadták a műemlékvédelemnek. Sajnos a műemlékvédelemnek a gondatlansága miatt 1970. április 22-én hajnalban összedőlt. Dorozsma ragaszkodott az utolsó szélmalomhoz, mert ugye emellett a szélmalom mellett pöngette ki Dankó Pista azt a híres nótát, amit az előbb itt a citerások is elénekeltek, hogy nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. 1971-ben elkezdték az újjáépítést, a helyiek nagyon szép összefogással segítettek, vájkot vertek, hordták az anyagot, eltakarították a szemetet, és a régi helyén újjáépítették ezt a malmot, amit most látunk. A belső szerkezetét sikerült megmenteni, tehát belülről ez műemlék, a külső része pedig műemlék jellegű. 1973-ban kukoricát daráltak és búzát öröltek ebbe a malomba, tehát működőképes. Na, innét vettük a bátorságot, hogy beindítjuk a malmot. Igaz, hogy a 27 év állás nem tett jót a malomnak, mert két vitorlája a mai napig is hasznavehetetlen. Sajnos épp az előbb beszélgettünk róla, hogy olyan ez, mint egy féllábú focista, hogy bele tud ugyan rúgni a labdába, de nagyon nehezen. Tehát, hogyha most be fogjuk indítani a malmot, akkor csak úgy, hogy egy kicsit rásegítünk majd, de forogni fog a vitorlája. Tehát mindenkit nagyon szeretettel köszöntök, és megforgatjuk, megpróbáljuk beindítani. Ha egy napon végre újra forogna a szélmalom, hordanánk mi a gabonát, nem férne a garaton. Szélvész mégse kívánjunk, azért, hogy besegítsen, a 100 éves vitorláját összetörni mérgében. Érthetetlen miért nem forog az a fránya vitorla, pedig erről a környékről minden szelet ő kapja. Dorozsmai lakosoknak nagy örömet szereznek, hogyha egyszer megfordulnak a malomnak kereke. Azt javaslom mindenkinek, akit most itt megjelent, álljunk a vitorla elé, és újjuk neki a telet. Az se baj, ha nem forognak olyan frissen, sebesen, hiszen mi se fújjuk neki olyan nagyon hevesen. Hogyha mégis megfordulna, recsegne és ropogna, akkor a mi hangulatunk biztos nagyon jó volna. A kedves jelenlévőknek jó mulatást kívánok, jövőre is látogassuk meg a híres szélmalmat.